Nagyon kellemes meglepetésben volt részünk Gyergyószentmiklóson, Békéstől 500 kilométerre. Egy olimpiai bajnokkal találkozhattunk, és úgy gondoltuk, hogy egy beszélgetést feltétlenül megér a békésiek kedvéért is. Ez a találkozás, üdvözöllek téged, nagyon örültünk neked, hogy összetalálkoztunk. Szint úgy. És az első adódó kérdés, hogy én miért éppen Gyergyószentmiklós? Tulajdonképpen az én keresztapám, aki egri borász, neki van kapcsolatait, és tulajdonképpen ő hívott el engem ide. Megkérdezte, hogy akarok-e elmenni, mondom, mindenféleképpen, mert én még soha nem voltam itt. És Gyergyószentmiklósról és az itteni magyarságról mi a véleményed? Nekem egy hatalmas élmény volt, megmondom őszintén, tehát megtapasztalni azt, hogy 500 kilométerre Magyarországtól még mindig Magyarországon vagyok. És ez a magyarság különbözik valamiben esetleg, vagy egy vérből valók vagyunk? Hogyha valaki eljön Erdélybe, akkor megtapasztalja azt, hogy milyen magyarnak lenni. Szerintem itt a magyarok magyarabbak, mint otthon. Mit csináltam mostanában? Hát hallani lehetett az, hogy Izland is benne volt a témában. Egyáltalán a sporttal foglalkozol-e? Igen, ez így igaz. Most jöttem haza Izlandról, és megyek tovább Svájcba. Ott fog edzésködni. Na, ezt akartam kérdezni, tehát akkor marad a szakma? Mindenféleképpen. Nekem ez a utam, a vágyam, ezt szeretném csinálni. És azért a kérdés mégiscsak adódik, hogy miért nem Magyarország? Na, ez az. Tehát azért, mert otthon nem akarják, hogy maradjak, vagy nem... Hogy is mondjam csak, tehát érdekes az, hogy a világban mennyi magyar edző van. És most éppen haza akarják hozni a magyar edzőket, én tudom az, hogy egyik se fog elmenni haza. Mert nem vagyunk megbecsülve. Hát sajnos úgy látom, hogy ez nem egyedi kérdés, mert sok ilyennel lehet találkozni, és a magyar sport egész pontosan a... Most ugye szertornáról van szó, a tornasportnak ez nem kedvez. Akkor milyen kiutat látsz a magyar tornában, hiszen legutóbb azért lólengésben mégiscsak volt olimpiai Igen. bajnokok, de gyűrűn vagy a többi szerem, mint hogyha, legalábbis most a férfiakról beszélek. Gyűrűn meg a nőszintén egyetlen vagyok én, aki Magyarországon nyert olimpiát. Mi a kiút? Ki kell jönni Erdélybe. Meg kell tapasztalni azt, hogy kik a magyarok, és hogyan viselkednek. És akkor talán nem megy ki senki se külföldre. Igen, de azt hiszem, hogy ez egy kicsit vonatkozik azért a vezetésre is, hogy magyarságtudatban nem csak a versenyzőknek, hanem talán a vezetőknek is jobban otthon kellene lenni. Hát ez így igaz. Mondjuk elvileg most azt tapasztaltam, hogy akarják, hogy a torna menjen föl. Csak nem ez a korosztály, aki most még el tudja viselni ezt a vezetést. Tehát szerintem még el kell tenni egy pár évvel ahhoz, hogy Magyarországon a sport az így menjen fölfelé. Tehát, hogyha jól indítják az utánpótlás neveléstől, akkor van remény, hogy majd beérik egy olyan korosztály, amelyik megint produkálhat? Nem kell elengedni senkit se. Meg kell becsülni, meg kell tisztelni az ő munkáját. Kicsit visszatérve még szakmai területre, a gyűrűre egész konkrétan, hogy én még a mai napig emlékszek arra a gyakorlatra, amivel az olimpiát megnyerted, és a mai napig a legerősebb gyakorlatnak tartom. Milyen érzés az, amikor nézed az újakat? Hát egészen más, tehát azt mondom, hogy a technikailag másabbak, viszont azt mondom, hogy amit én csináltam előadásmódban, az volt a király. Egyetértek, ne csak te mondd. Köszönöm szépen, hogy nagyon szívesen.